Jó estét kívánok! A Kollégium TV ezennel bemutatja Hétvégi Élet a Kollégiumba című műsorunkat. Kezdjük egy rövid bemutatással a Kollégiumból. Ha jobban körbenéznek, itt látható szerkesztőségünk irodája. In the shadows, just like a creeping cat. Szerkesztőség tagjai, Oda Szabolcs, Bence Attila, Dani, és Pókai Balázs. Tovább haladunk, kedves hallgatóink, meglátjuk Zsoltot is. Ő Zsolt. Akkor ő készítjük is, már Zsolt. Vették a menet. Akkor... Hol vagyok? Most pedig készítünk egy rövid interjút Zsolttal. Zsolt, a ma esti témánk a hétvégi élet a kollégiumban. Kérlek, nyilatkozz a Kollégium TV-nek. Nem nyilatkozhatok, mert tanár régen elég monopolos van, talán, és nem nyilatkozhatok, mert én félek. Nem merem megmondani a véleményemet a hétvégéről. Értem. Hát most kevésbé jártunk sikerrel, de ha itt jobban megnézik a folyosó végén, oda az a vaskalicka. Na hát ez a tanárok szobája. Akkor most szépen haladjunk tovább. Egy állandó hétvégi lakó található itt a kollégiumban, nem is olyan messze tőlünk, történetesen a 119-es szobába. Ő a Sándor, a József és a Benedek, aki zsákba hozza a meleget. Tehát akkor kopogjuk be, és fáradjunk be, ha tudnánk, akkor befáradnánk. Itt látható a tévészoba, már ha szobának lehet nevezni. A korridor egy része. Itt látható a tévé, kedves nézőink. Sötét van, mivel este 10 után már sötét van itt a kollégium mindenhol. Ott látható Kobi is. Hát ő egy Arany Jánosos. Akkor kérdezzük is meg, hogy milyen egy Arany János élete, Arany Jánosos élete itt a kollégiumban. Várj csak, Kobikám, várj csak. Ma este különleges lehetőség nyílik a számodra. A Kollégium TV ezen egy rövid riportot készít veled a hétvégi életről a kollégiumban. Na, légy szíves, nyilatkozz a TV számára. Milyen a hétvégi életet a kollégiumban? Gyakran beszéltem maradni, Arany Jánosos vagy. Légy szíves, röviden vázolt föl nekünk, milyen Arany Jánososnak lenni, mit takar ez, és milyen itt hétvégén. Hát végülis erről szól a mai riportunk. Szerintem nagyon. Mármint az Arany János kör, vagy a hétvégén? Az egész minden. Ha most itt tartják az embert azért, hogy bemaradjunk hétvégén, és akkor elmegyünk, mit tudom én, színházakba, kiállításba, szerintem ez nem jó. És szereted a kollégiumot? A kollégiumot szeretem, igen. De amúgy mit szerez benne leginkább? Az embereket. Oké, köszönöm. Hát akkor mehetünk tovább. Azért azt nem lehet tudni, hogy ez a kollégium első emelete, szerintem első szinte. Azért mutassuk be röviden a WC-ket is. A sztúdió hol van? Fogalmunk sincs róla. Mutassuk be röviden a WC-ket is. Hát most éppen zúlyoznak ezért, hogy nem fáradjunk ebben. Ha az operatőrük úgy gondolja, mélyebb bepillantást is tehetünk, úgy lesz, hogy nem gondolja komolyan. Akkor megyünk tovább. Akkor melyik a hátsó lépcsőt, nem mondjuk a második emeletre? Egy lakot. Ez itt a híres-nemes tanári szoba. Ugye itt beszéltünk a másik 110-es kalickáról, ez a vaskalicka, ami a kollégium végén látható. Hát akkor haladjunk tovább. Az a korridor északi részén helyezkedik. Ilyen fényszűződik most éppen ki. Elég furcsa esem, ilyen tölt szólt, hogy történik, például a múlt héten felrobbantottak egy pizzát.
harc nagyon fontos eleme a kollégium életnek, bármi tüzeset történik, és ezekkel kell ugye eloltani. Használatát minden évben bemutatják a tűzvédelmi előadáson. Persze senki nem figyel oda, úgyhogy nem is tudják. Itt is ugyanúgy látható ugye a teakonyha, és ugyanúgy szobák. Ugyanazok a szobák, azzal a különbséggel, hogy némelyik kettes, némelyik egyes, ezért látható. Az itt levent lakók, főleg a Puskás gimnáziumban járnak, illetve távközlési iskolában járnak, de nagy számban találhatók errefelé borászok, illetve más neves gimnáziumokból, például Apácai, tehát más iskolában is találhatunk itt növendékeket. Ha tovább hallgatunk, Spec részen még a WC-n is megmutatkozik, hogy eléggé rázós ez az önmagat. Lili, és itt egy speces, Igen. Na, kérdezzük meg most akkor egy létszeres, mondd meg a nevedet. Holló László. Fodor László. Holló. Holló László. Létszeres Holló László, nyilatkozz nekünk a ma esti Kollégium TV műsorunkban. A mai témánk a hétvégi élet a kollégiumban. Hogyan látja ezt egy speces? És létszeres röviden, vázolt fel nekünk a specesek életét a kollégiumban. Szerintem is. Szörkőzetekben egyébként. Tök jó egyébként. Hát ezt a tévére, hogy ilyeneket nem légy szépen. Várjunk a meg. Na, hagyjátok. Jó, átnyugodtok tovább. Köszönjük. Ezt be. Egyébként hát hány egy ilyet nyugodtok tovább. Akkor mehetünk tovább. Mindegyik szobában meg. Találtam a specesek híres neves gépben, de csak ők mondják meg a belépést. Talán kapok a védet. Végsem. A kooperációim szerint végsem. Akkor is próbálkozunk meg valamit, és hova remélem nem fognak minket beárulni konok módon. Este Szabolcsban. Pipongozik elnézést. Hát akkor próbálkozunk meg, itt vannak benn. Kívánok, kedves specesek! Úgyis specesek vagytok mindannyian. Ma esti műsoromban a Kollégium TV egy műsorkészít hétvégi élet a kollégiumban címmel. Most szeretném megkérni a specesek véleményét a kollégium életről itt a hétvégén. És röviden legyetek szívesek, mondjátok el, mit akar a spec, milyen a speces élete rajta. Először kezdjük mondjuk Tihamira, őt ismerem már képzeljük. Igen, parancsol Tihamir. Nagyon jó, főleg, hogy ilyen sokan vagyunk, de amúgy nem. Jó ismeret Tihamir. Nem tudom, akkor... Haladjunk tovább. Tihamirnak igaza van, különben megy. Tihamirnak kérdeztük már. Parancsolj. Szerintem is igaza van Tihamirnak. Semmi különös. Nem valami egyéni. Tényleg másodikas hozza a kaját. Add már ide-vissza a fogát! Az és röviden, mit akar a spec? Mondják el kedves nézőinknek, ezt lehagy az ATV. Azért mégis azért tudjanak valamit. Az ATV, hát nehogy igénytelenkedjünk már. Tehát spec, mit akar a spec? Miben különböztök, mint egy hagyományos gyerek? Hát most már aztán semmiben. Semmiben. Ne, eddig miben különböztünk? Hát gondolom régen azért más volt a spec. Miben volt más régen a spec, mint most? Többen voltak. Többen voltak. És háború volt a specesek is a hagyományosok között? Nem hiszem. De ez csak a tanárok tanárok háború. Na, ebben a kollégiumban még háborúk is vannak. Na, akkor haladjunk tovább. Köszönjük szépen a hasonlót. Jó éjszakát, kedves. Megváros. Sajnos most úgy néz ki, hogy a földszintre nem tudunk lenni, ugyanis
kisebb-nagyobb akadályokból is hozhatunk. Hát kisebb az a takács, de annak magasabbik az a mikrofonnak, mint a nálunk. De sem tudom, hogy messzi mindenkinek is. Hát mindig nincs akadály. Jó estét kívánok, Ica néni! Ica néni! Köszönti Ica nénit a Kollégium TV. Ica nénivel szeretnénk egy rövid riportot készíteni a hétvégi Élet a Kollégium címmel műsorunkban. Nem emlékszem már annak a filmnak a nevére. A film felvetve ideállított, és ugyan ebben a szöveggel, hogy még kiderült, hogy nincs is a felvetőkében film, úgyhogy egy nagy kamu. Ez most nem kamu, ezzel biztos vagyok Ica nénit. Ez a Csonka tanárúi féle? De nem. Hasonló elbevételé. Szabolcskáé, de olyan, hogy ott vagyok rajta a képen, így van? Nem. Tessék csak megnézni Ica néni, ott látható. Igen. Hát akkor kérnék Ica néni, nyilatkozom valamit. Ez a mikrofon, igen. Hát jobb hiány. Tessék, hogy milyen az élet itt hétvégén Ica néni? Unalmas, izgalmas? Változó. Úgy értem, bemúzgép, nyugi lesz, péntek, gyerekek haza mentek, szöntve nem mentek. Van a mozgás, közben nekem a túloldalban a termeket be kellett zárni, de az ajtót nem tudom bezárni, mert még jönnek be, meg mennek el. Köszönjük szépen! Ez is ritka, hogy maguk bent vannak ilyen korán. Hát igen, ráadásul ritka, hogy ilyen riportot készítünk. Szabolcskait megölök ki engem. Köszönjük szépen, Ica néni! Már magnokazettan meg vagyok, úgyhogy most csak ez hiány. Veszítség ilyen nagyra, és akkor nem tudnak rajta, a gyerekek meg egy professzionális riport volt. Ez egy professzionális riport volt. Köszönjük szépen, Ica néni. Akkor mi mennék is tovább, és nem tartok. Most a gyerekeket is kérdezik. Köszönjük szépen. Sort kerítünk rá. Ica néni riportja után aztán következő alanyunk Szulejmán lesz. Aki éppen kifogozik. Szulejmán és barátai. Gyere, szívesen! Ma este egy műsor készít a Kollégium TV. És ezenben megkérlek feladatot, hogy a Kollégium neves lakói, hogy nyilatkozzatok a mi tényeinket, és mondjátok el, milyen az értékeben, főleg a hétvégén. Hétvégén! Az életre közeledik. A kamerában egyszerűs. Hétvégén kérek szépen az élet unalmas. Ilyen iszonyatban tudod, amikor így a kamerában. Nagyon királyban maradni. Mosolyog először bevallom 3 év alatt. Megyünk bulizni, és haverok, meg mindenki fogja. Szóval megint nem leszünk bent. És utoljára következik Kóma barátunk. És ez milyen tévé volt? A neve is már sokat, Kollégium tévé, a neve is már sokat elárult tulajdonságairól. Tehát akkor Kóma egy gyönyörű lecsapás után mondd el véleményed. Nem tudom, mosolyog bent először. Igen, te is mosolyog bent. Micsoda véletlen. Érdekes műsor ez, mert olyan kollégistekről is tudunk hipotot készíteni, akik még soha nem maradtak benne a hétvégén. Azon az egy hétvégén. Hát akkor mondj valamit még. Még mondj valamit. Nem tudom. Szalad munkhoz a pudinghoz, a csoki pudinghoz, hát nem tudom. Mivel csináltuk, hogy milyen a vízben? Gála. És te, igen. Meg víz? Aha, értem. És mindjárt összenyomtad, és akkor így benyomtad a mikrofon. Nem, ez csak rázós valami. Nem, ez mikrofon. Akkor haladjunk, nézzük meg a dohányzót. Vigyázz! Amit most fel gondolom, hogy zárva lesz. Kicsit izgalmas. Haladjunk. Amúgy nincs ott senki. Igen, sajnos gyanú beigazolódott. Leszek én portesszívesen. Ha tovább haladnánk a folyosóban.
a koridor másik végén található a női részleg, a kollégium női részlege. Sajnos oda a szerkesztőségünk nem nyerhet belépést. Köszönöm szépen. Ugyanis oda csak a feminista tévének van joga a filmkészítéshez. Hát akkor haladjunk tovább. Mikrofon. És a sátán megjelenik démoni formában, a tévéjén képernyőjén keresztül 144 ezer Jézus Krisztus kiválasztott valamból 140 ezer magyar vállalkozó fiatal ember jelentkezett, és végül is a... Ennyi emberek ilyen kovákán. Köszönöm szépen. Nem volt bekapcsolva, most még egyszer. Szóval köszönjük. Köszönjük. Hát igen, újra kombinálható, de vele már nem készítünk riportot. Esetleg megnézhetjük még a piros hedest, amiben újabban a szerkesztőségük meg gyakran belelődött ezzel. Mi vagyunk a híres neves kulcsnevelők a kollégiumban. Talán a szerencsénk van még itt, ha is lesz, de ennek nagyon csekély esélyét látom. De itt van. A Kollégium TV-n nagyon fontos eseményt láttuk a kollégiumban. Filmnézés történik a kollégiumban. Szép szemmel vannak itt. Filmnézők. Köztük. Arany János program. Puskás. A kollégiumi faj minden fajta jól lehet. Ne is zavarjuk őket tovább. Haladjunk tovább a kollégiumtól. Megnézhetjük a stúdiót, ami szerintem 100% bizárt lesz érdekelni. Női vici esetleg? Nem. Utolsó előtti célunk a stúdió. Filmvetítések helyszíne. És szerencsénk van. Esetleg csak ebben pillantás elején. Nem vitattad őt, és valami verseny megvárt tőle. Jaj, kérlek, most még legkésőbb figyelj hívben, és mondd meg, hogy tévedtél, és megvitattad! Még csillag, hogy nem tehetem. Miért nem beszéltem az igazgató tanácsal, és közöltem, hogy nincs rá szükségem? Oh. Tisztes végkielégítést kapom. Oh, nem tudom, hogy hozzám. Igen, becsek meg. Sor készítem. Nekem is a Gusztáv, hatalmas lehetőség nyílik a számodra. Riportot adhatsz a Kollégium TV-nek a ma esti műsorunkban. A mai kérdésünk, milyen az élet a hétvégén a kollégiumban? Jelen esetben egy Arany Jánosos számára, ugye? Csodálatos. Légy szíves a mikrofonban. Csodálatos. Bővebben? Hát most zárni kell a stúdiót, hogy most nem mondod el többet bővebben, meg is itt vagyunk idejében, úgyhogy... Gyakori, várj egy pillanat, gyakori személyiség van itt a stúdióban. Légy szíves, mivel én nem igazán tudom, vázolt fel, hogy mik szoktak itt a stúdióban lenni. Filmnézés, CD-írás és gépezés, az állam. És ugye ti vettek a médiumok? Kucsvelő. Igen, igen. Köszönjük szépen, Gusztáv! Gépteremhez is úgynevezett médiumok, illetve kulcsfelelők jutottak hozzá. Sajnos mi
nem tartozunk ebben a táborban. A gépterem a galérián helyezkedik el. Galéria már a neve is, ugye. Sokat sejtett. Tablók helyezkedik el rajta, illetve kollégium. És ennyi is kiállításai. Jelen esetben még mindig 56-os lehet van még a kollégium. Reménykedjünk. Sajnos ma este nem tudtunk mit tenni ebben az ügyben. Hát akkor, kedves nézőink, most visszatérünk a szerkesztőségbe, és zárjuk sorainkat, képsorainkat. Még egy utolsó riport, azt hiszem belefér a műsorunkban. Foki Péter vérbeli kollégistával, vérbeli filmrajongóval, éppen az HBO-t nézik. Foki Péter, te vagy utolsó riportalanyunk, úgyhogy légy szíves, egy derekas riportot mondjál nekünk. A ma esti téma a hétvégi élet a kollégiumban. Bővebben fecski, légy szíves. Hát, nagyon. Köszönjük szépen. Köszönjük. Thank you.